Aranyérmeshez méltó teljesítménnyel zárta a bajnokságot a kanizsai vízilabda csapat. Ludányi Kadosa együttese szombat délután a Neptun gárdáját fogadta, és tekintélyt parancsoló játékkal 26-7-re nyert. A délzalai együttesre még egy fontos kihívás vár a szezonban, hiszen június 5-én Debrecenben kezdi a csapat a két nyert meccsig tartó osztályozót. Igazi gólparádét rendezett a záró fordulóban a kanizsa. Az első és a második negyedet is 6-0-ra nyerték a hazaiak. Végül 26 szerzett találatig jutottak Dubai Gergelyék. Úgy tűnik, jól sikerült a formaidőzítés, hiszen a kanizsai pólósok a szombati bajnokin lőtték a legtöbb gólt a szezonban. Vízilabdázó bajnokaink. A klub tagjai a találkozó után vehették át a bajnoki elsőségért járó aranyérmet és a trófeát. Az újabb győzelemmel az is eldőlt, hogy veretlenül nyerte meg az OB1B-t a nagykanizsai csapat. Nem volt kétséges, hogy mi lesz a meccs sorsa, vagy a kimenetele. Azért az látszott a mai mérkőzésen, illetve már a múlt hétvégi meccsen is játszott, hogy azért OB1-es csapatokhoz jártunk edzőmeccsre, és úgy érzem, hogy ez megmutatkozott eredménybe is. Az első osztályú szereplés kivívásáért nagy lépést tehet jövő szombaton a csapat. Az osztályozó első körében az OB1B-ben 14. helyen záró Debrecen lesz a pályaválasztó. A Debrecen ellen, megmondom őszintén, az én csapatomtól azt, hogy föl kéne tüzelnem őket nagyon. Egy kicsit az osztálykülönbségek vannak, tehát az OB1 és az OB1B között. Az egy jóval gyorsabb gondolkozásmódú, jóval gyorsabb tempójú az egész OB1-es mezőny, mint egy OB1B-s. Úgyhogy megpróbálom föltüzelni a társaságot erre a szintre. Az évzáró vacsorára csak húsokat kellett feltüzelni. A játékosoknál a jókedvé volt a főszerep. Az igazán nagy ünneplés azonban akkor lehet, ha a csapat sikerrel veszi a Debrecen elleni párharcot. Nagyon kemény csata lesz, a Debrecen is benn szeretne maradni. Természetesen mi meg föl szeretnénk jutni. Én úgy gondolom, hogy nem esélytelenül megyünk a párharcba bele, mindent megteszünk azért, hogy sikerjön a győzelem, ugyanis itt én úgy gondolom, hogy az első mérkőzés a lényeg. Tehát nekünk Debrecenben valamilyen úton, módon meg kell nyernünk a mérkőzést, és ha az meg lesz, akkor bízom benne, hogy itt már behúzzuk. Az osztályozó második meccsét június 12-én 11 órakor tartják a kanizsai úszodában. Amennyiben mindkét csapat megnyeri a hazai mérkőzését, akkor egy harmadik, Debrecenben rendezett találkozó dönt majd a feljutásról.